Már csak pár pillanat és kezdődik a heti tévé reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Ön a Pirkadatot, Magyarország legújabb reggeli műsorát látja. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Őrsi Mátyás politikus, és hogy éppen hol politizál, ezt mindőr elmondja önöknek. És itt van változatlanul velem Gulyás Erika, a Népszava munkatársa. Újból szép jó reggelt, Erika. Szép jó reggelt a politikus úrnak. Mátyás, ugyan régen ismerjük egymást, megpróbálok magázodni, aztán vagy kiderül, hogy megy ez, vagy nem. Sikerülni fog. Hol is politizál napjainkban? Hát a felvezetőből úgy tudik, mintha szilkakas lennék, hogy én éltem első 20 évét a Szabad Demokraták Szövetségében, és ki is tartottam volna. Sajnos a párt kimúlt alólam. És akkor némi passzivitás után én megnéztem, hogy melyik az a párt, amely szerintem eszmeiségében leginkább folytatója annak a szabad elvű gondolatnak. És ezt a Demokratikus Koalícióban találtam meg, úgyhogy én azóta hűségesen a Demokratikus Koalícióban vagyok, az Országos Tanácsának tagja vagyok, és büszke vagyok erre az szerepre. Mi is büszke vagyunk magára. A szocialisták alól is ki fog múlni a párt az események után? Hát először is a jövőt nem látom, ha látnám a jövőt, akkor egy rendkívül gazdag ember semmi lennék. Semmi profitizmus bajban, bajban vannak a szocialisták nyilvánvalóan. Én Lengyelországban éltem az elmúlt 3 évben, az ő lengyel testvérpártjuk az már nincs a parlamentben, tehát kétségkívül veszélyben vannak. Én nem kívánom nekik egyébként, hogy kimúljanak, én azt kívánom, hogy legyenek erősek, és hogy legyenek részesei egy olyan ellenzéki összefoglásnak, amelynek megvan a képessége arra, hogy az Orbán vezette Fidesz legyőzze. És úgy gondolom, hogy ez a lemondással most ennek a lehetősége létre is jön. Ez azt jelenti, hogy akár holnap, vagy akár ma elkezdődhetnek az MSZP-DK tárgyalások? Miután tegnap nem tudtak megkezdődni, ezért remélem, hogy ma, de ezen a héten én nagyon bízom benne, hogy megkezdődnek. Hallgattam Molnár Gyula, a pártelnök szavait. Végre azt mondja, amit a Demokratikus Koalíció is mondott már hónapok óta, hogy az egyéni, a 106 egyéni választókerületben kell megállapodni, és akkor legyőzhető a Fidesz. Úgy gondolom, hogy ez most ennek a lehetősége létrejött. Én nagyon bízom. És csak utána bízom kell... abban. Ha azt mondom, hogy Horn Gábor mi jut eszébe? A Szabad Demokraták Szövetségének volt kampányfőnöke, és a Republikon Intézetnek azt hiszem elnök vezérigazgatója. Alapító elnök vezérigazgatója. Ő járt itt nálunk egy fél órával ezelőtt, és ő azt mondta, hogy nem kizárt, hogy most a kerékkötő a DK lesz. Téved. Na tessék már megint ezek az ötletek. Éveken keresztül együtt ültek a parlamentbe, és már nem értenek egyet. Sok mindennel egyetértek Horn Gáborral, de ebben egészen biztos, hogy nem értek egyet. Hát a Demokratikus Koalíció nem azt mondta, hogy az hónapok lesz, az óta, hát jó, hát minden lehet, hónapok óta azt mondja, hogy a 106 egyéni választókerületben kell megállapodni. Eddig nem a DK mondta azt, hogy ez nem jó, a Magyar Szocialista Pártnak volt egy más véleménye, de ez a helyzet megváltozott, és úgy látom, hogy ez a megalapodás, ennek a lehetősége igenis. DK-nak közel 600 ezer követője van. Ez annyit jelent, hogy ők biztos a DK-ra is szavaznak. Viszont Botka Szegedre való visszatérése mennyire üríthette ki a szocialista szavazóktól a szocialista tábort? Egy miniszterelnök jelölti lemondás minden párton belül válságot okoz. Ezzel nyilván így van a szocialista párt, és én azt kívánom nekik, hogy minél legyenek túl ezen a válságon. De hát 96%-uk megszavazta Botkát, most meg együtt örülnek, hogy elment. Akkor valamikor nem volt igaz valami. Tegyünk különbséget a pártnak az elitje, tehát azok, akik egy kongresszuson szavaznak, és a pártra szavazó egyébként nem feltétlenül pártag állampolgárok között. Én úgy vélem, hogy ez egy kárt fog okozni a szocialista pártnak. Még egyszer azt kívánom nekik, hogy legyenek túl ezen, és hogy kellő önbizalommal működjenek együtt egyenlő alapon. Erika szeretne kérdezni, és adjuk meg neki a lehetőséget, és utána átérünk a külpolitika. Erika, tiéd a riport. Nem, mert hát azért azt muszáj tisztázni, hogy látszólag eddig arról szólt a vita meg az ellentét az MSZP meg a DK között, hogy mi lesz Gyurcsányból, vagy mi lehet a miniszterelnök jelölt, rajta lehet-e vezetőhelyen a közös listán, vagy sem. Miről szól a most kezdődő új tárgyalási forduló? Erről? Én tudom, hogy nem élik egy riporteri kérdést korrigálni.
de nem arról szólt. Nálunk mindent lehet, ez egy demokratikus televízió. Köszönöm. Tehát a vita nem arról szólt, hogy Gyurcsány Ferencnek mi legyen a szerepe. A vita arról szólt, hogy egy ilyen megállapodásban az egyik párt beleszólhat-e a másik pártnak a belügyeibe. És hát a demokratikus koalíción soha nem mondott olyat a Magyar Szocialista Pártnak, hogy ez igen, az pedig nem. És ezt a fajta tiszteletet a demokratikus koalíció is elvárja a partnerektől, a Szocialista Pártól is, hogy nem határozhat. Hát hogy néz neki már az a dolog, hogy azt mondja az MSZP, ugye ezt mondta, hogy a demokratikus koalíció elnöke, első embere nem szerepelhet a listán. Hát képzelje el, hogy eljövök ebbe a stúdióba, és azt mondom, hogy hát ez a Baray Péterrel szívesen, és önnel pedig nem szívesen. Azt mondják, akkor menjek el. Tehát nem lehet ilyen feltételeket megszabni. Úgy gondolom, ezen már túl vagyunk. A demokratikus koalíció listát állít, ennek a listán az élén, mint minden egyes pártban a párt elnöke Gyurcsány Ferenc fog szerepelni, és azt gondolom, hogy jól fog szerepelni. Akkor ön ezek szerint nagyon díjazza is a Fidesz új frakcióvezetőjének a mondatát, mely szerint tiszteletbe kell tartani, és az MSZP belügye, hogy ki a miniszterelnök jelöltjük, és ki nem. Ez szóra így van. Jó, akkor nézzük, hogy lesz ebből rendszerváltás, de ezt majd a jövő megmondja, és maga most nem messzibe látó, akkor tekintsük vissza, bizonyítsuk be, hogy egy SZDSZ-es az nem csak a belpolitikához, hanem a külpolitikához is ért. Mi történt valahol a távoli Spanyolországban? Hát nekem alapvető profilom a külpolitika, tehát abban érzem magam otthonosabb, otthonosabban. Hát nyilván a heti tévé nézői pontosan tudják, mert hát minden hírekben élen járt a katalon népszavazásnak az ügye, amely nagyon-nagyon szerencsétlenül alakult, és nagyon-nagyon sok negatív üzenete van. Egyfelől a spanyol rendőrségnek a brutális és hát aránytalan közbelépése értelmetlen volt. Egy erőfitoktatás volt. Mégis hallgat? Nem, szó sincs róla. Az Európai Unió azt mondta, hogy Orbán Viktor mást nem mond, hallgat, ő azt mondja, hogy ez egy spanyol belügy. Az Európai Unió azt mondja, hogy az emberi jogokat tiszteletben kell tartani, dialógusra szólítja a fejeket, és közben hát egy nem alkotmányszerű szeparációs népszavazást nem támogat. Amúgy ez egy tényleg spanyol belügy lenne, csak ami engem igazából ebben foglalkoztat, hogy itt van ez a katalán nép Spanyolországban. Én úgy vélem, hogy Európa, amely tele van kisebbségekkel, tehát minden egyes országban nem sok kisebbség van, a katalánok élnek talán a legjobban. Talán ők kapták meg a lehető legnagyobb autonómiát. Nyilván össze lehetne hasonlítani a finnország és svédekkel is, akiknek szintén nagyon jól állnak. De azért mégis élen járnak, és soha nem elég, és mindig lesz, jön egy politikus, aki én szerintem annak érdekében, hogy ne tartományi, hanem országos miniszterelnök legyen, addig hergeli az embereket, míg egy ilyen konfliktus létrejön, és ezt én sajnálattal nézem, miközben elvileg azt szögezzük le, hogy minden népnek megvan a joga az önrendelkezésre. Tehát, hogyha ezt alkotmányosan, békésen és tárgyalással lehet valamilyen módon elérni, ezzel lehet próbálkozni. Ami most a hétvégén Spanyolországban, Katalóniában történt, ez nagyon-nagyon sajnálatos. Akkor ugorjunk még egy nagyobbat. Hogy áll ön a szabad fegyverviselés ötletével az Amerikai Egyesült Államokban? Több mint 50 halott, 800 sebesült. A szabadságjogoknak nagy híve vagyok, és annak is, hogy értelemszerűen ezeket korlátozni kell és lehet. Azt, hogy az Amerikai Egyesült Államokban, egyébként leginkább Nevada államban, ugye Las Vegas az a Nevada államnak, ha tetszik a fővárosa, a legszabadabb a fegyverviselés, hát ez ennek egyik következménye. Nem azt állítom, hogy egy szükségszerű következménye, de egy olyan országban vagy államban, ahol nem lenne ennyire szabad a fegyverviselés, ez nem jött volna létre. Úgyhogy ha az amerikaiak engem kérdeznének meg erről, akkor azt mondanám, hogy a fegyverviselést korlátozni kell. Erikának is van ehhez hozzászólni valója. Nem ehhez, hanem egész máshoz, de nem lehet úgy önt elengedni, hogy ezt nem kérdezzük meg. Mert... Ne engedjenek el.
mert hogy azért a német választáson is történt olyan dolog, ami én azt gondolom, hogy az ön számára is üzenetértékű, jelesül is, hogy a liberálisok visszatornázták magukat, tehát egy parlamentből kieső pártból egy 10-11%-os pártá sikerült újra megnőniük. Most ugye régi szabad demokrataként mit gondol erről, a magyar liberálisoknak sikerülhet minta ez? Mi lehet itt a jövő? Szóval hát az, hogy egy párt, amely a parlamentben van és még kormányon van, nem kerül be a következő parlamentbe, ez nem egy rendkívüli történet. Tehát ilyen a világ tele van, aztán van, aki visszajön, van, aki nem. A Szabad Demokraták Szövetségének a kihullása azonban egy világtörténelmi unikum, amely eltér a német szabaddemokratáktól, vagy nagyon sok más liberális pártól, amely bajba került, ugyanis a Szabad Demokraták Szövetsége gyakorlatilag megszűnt. Nem is indult a 2010-es választáson, tehát nem volt miből föltámadnia. Én örülök annak, hogy a német szabaddemokraták, amelyek kiestek a parlamentből 4 évvel korábban, de nem szűntek meg, összeszedték magukat, új vezetőt választottak, és sikerült elég erősen. Erről fogjuk kérdezni Őrsi Mátyást 7 órás vendég című műsorunkba. Most az önre szánt időnk lejárt, és előzetek sem jönnek, hanem egyből felvételről, amit a szünetben készítettünk, dr. Magyar György következik, és Magyar György után véget ér a pirkadat, a Heti TV önálló reggeli politikai magazinja. Ne felejtsék, 5778 esztendős múltunk biztosíték arra, hogy mi változatlanul, még az időjárástól is függetlenek tudunk lenni. Most akkor megköszönjük Őrsi Mátyásnak, hogy rendelkezésünkre állt, Erikának, hogy velünk volt, és most következik felvételről dr. Magyar György, utána viszont a híradó, velem este a 7 órás vendégbe találkoznak újra, a viszontlátásra. Viszontlátásra.